Méteres lángokkal égett a Velencei tó közelében lévő ház nád teteje, valószínűleg villámcsapás miatt gyulladt ki. Az épp arra járó szabadnapos szentendrei tűzoltók vették észre a füstöt a nádtető felett. Megálltunk egy az egybe, és bejöttünk a házhoz, a lakókat kerestük. Védőruha és felszerelés nélkül láttak neki a mentésnek, így a horgásztanyán élő férfit, nőt és kisgyermekét még azelőtt ki tudták vinni, hogy elterjedtek volna a lángok. Azonnal kihoztam a kisgyereket, bent volt az ágyon, a sarokba, teljesen sokkos állapotba sírt. A horgásztanya tulajdonosa még vissza akart menni az épületbe az értékekért. A tűzoltók azonban nem engedték neki. Azt mondja, hálás, hogy megmentették az életét. Amikor én már lefelé jöttem, akkor már nem lehetett látni semmit sem. Tehát ők azt mondom, mindent megtettek, utólag azt kell mondjam, hogy megmentették az életem. A tűzoltók rendkívüli helytállását az Országos Katasztrófa Védelmi Igazgatóság is elismerte. Ők most szabadnapjukból esküjükhöz híven beavatkoztak. Megtették azt, amivel emberi életeket mentettek meg. A két szentendrei tűzoltót soron kívül előléptették.